Több helyszínen is zajlanak a munkálatok, építkezések egy időben a karcagi ipari parkban. A részletekről Varga Nándor ügyvezetőt kérdeztük. A szakember elmondta, 2012-ben történt az ipari park alapkőletétele, az északi részét ökoparknak nevezték el, mert itt ehhez a környezethez alkalmazkodó gyárakat, üzemeket telepítettek és építenek. Ez nem csak elnevezést takar, hanem azt, hogy a környezetgazdálkodáshoz idomuló gyárakat, üzemeket telepítsünk be, illetve próbáljunk olyan tevékenységet folytatni, ami a megélhetésünket és a jövő generációinak a környezetbarát lehetőségét biztosítsa. Jelenleg az elektronikai hulladékhasznosítónak a kapu bejárójától 230 méter hosszú járdát építenek a vasúti aluljáró csatlakozástól, hogy a dolgozók könnyebben meg tudják közelíteni az üzemet. Ez arra kell, hogy azok a dolgozók, akik az ipari park ezen részén vannak, meg tudják közelíteni. Egyrészt a városból jövet hamarabb érnek ide, másrészt egyre többen vannak, akik vonattal vidékről járnak be. A köztes területen az út és a vasút közti részen napelempark épül, ami 500 megawatt teljesítményű lesz, és részben pótolja az áramot, amit a vállalkozások felhasználnak. Itt az út és a vasút közti részen napelemparkot építünk, ami korábban az elmúlt évi testületülésen februárban elhangzott, hogy 500 megawatt teljesítményű lesz, és ez részben pótolja azt az áramot, amit az itt felépült vállalkozások felhasználnak. Ugyanígy egy napelempark épül a 4-es út és a vasút között a körforgalomnál, ahol a városból kijövünk, Szolnok felé elkanyarodunk, és jobbkéz felől ott van az a 1,7 hektáros terület, ott is szintén egy 500 kilowattos naperőmű fog megvalósulni. A 4-es út és a József-Nádor út között az EHUL évvégéig megépít egy hektáros területen egy újabb raktárrészt, ami a szállítás előkészítés könnyíti majd. Itt a 4-es út és a József-Nádor út között épül az elektronikai hulladékhasznosítónak egy hektáros területen egy raktár része, ami a bejövő és a kimenő anyagok forgalmát fogja megkönnyíteni, és már szortírozva, válogatva tudják az anyagokat idehozni, illetve elszállítani. Ez várhatóan ez év végéig megvalósul, ami azért is fontos, hisz itt az elektronikai hulladékhasznosítóban keletkező púrhabot egy másik üzem fogja felhasználni. A hűtőszekrények, fagyasztószekrények ajtajából, oldalából, kikerülő púrhabból olyan szabadalom alapján gyártott termékeket fogunk csinálni, ami a betonnal egyenértékű keménységű, de annak a súlya mindössze 40%-a. Tehát lényegesen jobban használható, kevesebb munkaerőt, kézi munkaerőt igényel, és ráadásul ezeket az elemeket olyan formában tudjuk megvalósítani, hogy nem kell több betonelemet egymásra tenni, hanem ezt az elemet úgy tudjuk majd kisajtolni, hogy már kész járdaszegélyként, vízelvezetőként, vagy akár stégpallóként tudjuk felhasználni. A 4-es túloldalán történő beruházásokról megtudtuk, hogy a logisztikai központ melletti területen egy hektáron kamionparkolót bővít, a laktanya felüli részen két hektáron új üzemcsarnokot épít a Penny. Egy hektár a benzinkút felüli részen, ahol a kamionparkoló bővítését valósítják meg, illetve a laktanya felüli részen 2 hektár területet, ahol a magának a raktár épületnek, a csarnoknak a bővítését fogják 3000 négyzetméterrel fejleszteni. Ez annyit jelent, hogy innen sokkal több boltot és rugalmasabban tudni ellátni ahhoz, hogy mindig napra készen fel legyenek töltve a Penny boltok.
A fennmaradó 3,7 hektár értékesítéséről is folynak a tárgyalások, épp úgy, mint a téglagyári területről. Jelenleg folyik tárgyalás arról, hogy a fennmaradt 3,7 hektáros területen két vállalkozás települne be. Jelenleg még a nevüket és a tevékenységüket nem kívánom elárulni, mert még a szerződést sem kötöttük meg, de előre haladott állapotban van. Továbbá egy másik tárgyalás, egyeztetés folyik arról, hogy a volt téglagyári területre is hozzunk vállalkozást. Ennek az egyeztetése most kezdődött el, tehát a dolog ott van, hogy ők mit várnak el, mi mit tudunk nyújtani, és hogyha ezeket össze tudjuk hozni, akkor kezdődik el a konkrét tárgyalás, hogy mekkora területen, milyen üzem, hány fő foglalkoztatásával fog elindulni. A most folyó beruházásokkal elsősorban gépjellegű munkát végeznek, de a későbbiekben várhatóan a hulladékhasznosítónál 8-10 fővel bővül a létszám. A Purha feldolgozó üzem is előreláthatóan 20 fővel üzemel majd. A későbbiekben várhatóan a elektronikai hulladékhasznosítónál is 8-10 fővel bővülni fog a termék osztályozás, szortírozás miatt. A Purhab feldolgozó üzem pedig előreláthatóan 20 fővel fog üzemelni három műszakban. Varga Nándor felvette a kapcsolatot a Recipet új tulajdonosával is. Itt most folynak az engedélyeztetési eljárások, és aztán indul az üzem, mely munkahelyeket is jelent majd. Most vettem fel a kapcsolatot a Recipet új tulajdonásával, a Greenpet Kft. Vette át az üzemet, és ugyanazt a tevékenységet szeretnék folytatni, mint a Recipet. Most folynak az engedélyeztetési eljárások, reméljük, hogy hamarosan ők is be tudnak indulni, és ugyanúgy, ahogy korábban foglalkoztattak embereket, fognak felvenni ők is. Az ipari parknál lévő fuvarozási cég is bővíti telephelyét. Elkezdtek egy javítóműhelyt építeni.